Kapás Boglárka, Lackfi János, Miklósa Erika és Ónodi Eszter is csatlakozott ahhoz a kampányhoz, amelyet a Rejtett Kincsek Down Egyesület indított, felhívva a figyelmet arra, mindenki értékes és egyenjogú tagja a társadalomnak. Hogy mi volt ennek a kezdeményezésnek a lényege, arra is fény derül mai adásunkban. Mindenek előtt tekintsük át, hogy mivel foglalkozunk még. Köszöntöm Önöket! Támogatási programok bőven jut pénz vidékfejlesztésre a következő uniós időszakban. Megújult energiacímkék cél a vásárlók eligazodásának segítése. Március 21-e a Down-szindróma világnapja, sokan csatlakoztak az elfogadást segítő kampányhoz. Mintegy 4200 milliárd forint jut a hazai vidékfejlesztésre a 2021 és 2027 közötti Európai Uniós költségvetési ciklusban. Az élelmiszer előállítás szakágazataiban megvalósítani kívánt fejlesztésekről és az átmeneti időszak tervezett támogatási programjairól március elején tartott online konferenciát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Itt mások mellett kiderült, várhatóan mikor és milyen sorrendben jelennek majd meg a forrás lehívását szolgáló pályázatok. És erről beszélgetünk a stúdióban Lakatos Tiborral, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara sütő- és malomipari alosztályának vezetőjével. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok. No, ezt az online konferenciát azért megelőzte egy felmérés, úgyhogy ha jól tudom, önök a saját körükben, tehát a pékek körében is elvégezték, illetve azért volt egy nagyobb merítés is, amely konkrétan az egész agrár ágazatot érintette. Így van, de bevezetésképpen azért néhány mondatot szeretnék mondani arról, hogy mire lehet majd fordítani és milyen formában ezt a közel 4200 milliárd forintot. Ami jelentősége ennek az, hogy nagyon le van maradva az agrárszektor az Európa többi országához képest, és ezért volt ez a nagy lehetőség, hogy ezt a hatalmas összeget, amit ugye a kormány 80%-os támogatásával is lehívható, ezt fölmérés kellett végeznünk arra, hogy melyik ágazat mit szeretne, mire szeretné fordítani ezt az összeget. Nagyon fontos, hogy ez egy 21-27-es időszakra vonatkozó 4200 milliárd forint, viszont tudni kell azt, hogy ez egy fejnehéz támogatás, tehát ami azt jelenti, hogy 4200-ból 1750 milliárdot már a 21-es, 22-es időszakra már le lehet hívni, tehát azt jelenti, a maradék pedig 27-ig kerülhet majd lehívásra. Tehát már most az elején nagyon oda kell figyelni. Igen, tehát nagyon fontos, hogy az elején úgynevezett fejnehéz lesz ez a támogatás, és igazából két részből tevedik össze a támogatásnak a kiírása. Figyelembe veszi majd az Agrárminisztérium azokat a felméréseket, amit majd fogunk beszélni. Két részből tevédik össze, a május-június körül fognak megjelenni az úgynevezett kis vállalkozásokra vonatkozó kiírások. Ennek a keretösszege 50 milliárd forint, és ez azt jelenti, hogy a támogatás maximum összeget vállalkozásonként, pályázatonként 50 millió viszonylag támogatás lehet. Tehát azt jelenti, hogy egy vállalkozás maximum 100 milliós beruházást tud végrehajtani. Nagyon fontos, hogy mindenki időben figyelje a pályázati írásokat, viszont az Agrárminisztérium elmondása szerint ez úgynevezett felüdőnyitott lesz a pályázat, ami ilyen még nem fordult elő, ami azt jelenti, hogy a pályázóknak a száma nincsen behatárolva, amennyiben ez a keret az 50 milliárd elfogy, akkor ezt újra töltik. Tehát ilyen nem nagyon volt, még pályázati rendszerben, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos az élelmiszeripar és az agrárszektornak a fejlesztésére. Igen, tehát aki szeretne pályázni, annak most tényleg abszolút nyitottak a lehetőségek, és nem feltétlenül kell attól félnie, hogy mondjuk egyik pillanatról a másikra betelik ez a keretösszeg, mint ahogyan az korábban tapasztalható is volt. Igen, most februárban volt például a középvállalkozásoknak egy ilyen pályázat, amit azt kell tudni, hogy 30 pályázatnál már betelt a keret, tehát ott nagyon, nagyon hamar elfogyott. Tehát ehhez képest ez a támogatás összeg, az 50 milliárd valószínűleg meg lesz bővítve. A nagyvállalatok, ők mikor tudnak, és mennyi az a pénzösszeg, amit a nagyvállalatoknak a pályázat kiírása véletlenül nyár vége, szeptember körül fog történni. Erre 200 milliárd keret áll rendelkezésre. Őt nekik a lehetőségük 1 milliárdos beruházás lehet az a maximum, melyet ugye
meg tudnak valósítani, és ehhez ugye 50%-os támogatásra figyelembe véte 500 millió forint viszonyú támogatást lehet majd finanszírozni. Miután ugye elmirád elég nagy összeg, a javaslatunk az volt, hiszen a kiírásban ezt 2 éven belül kellett volna megvalósítani, hogy ezt mindenképpen az Unió felé továbbítsa az Agrárminisztérium, hogy ezt bővítsük ki legalább 36 hónapra, hiszen az egy milliárdos beruházást nem biztos, hogy egy-két év alatt meg kellett valósítani. Még azt is javasoltuk a figyelembe véve a felmérést, hogy az 500 millió is, az is elég nagy összeg saját erőben, tehát ezt vigyék le egy olyan 200 millióra, tehát egy 400 millióig lehessen a beruházást finanszírozni, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ezeket a javaslatokat elfogadja az Unió, és ennek megfelelően fognak megtörténni a pályázatkiírások. Beszéljünk mindenképpen a felmérésről, amire igen, hivatkozunk. Tehát akkor önök is elkészítették a sajátjaik körében. Milyen eredményekkel? Tehát a Magyar Pék Szövetségnek a felmérése alapján, ez február 18-án volt az online konferencia, nagyon sokan, közel 200 vállalkozás válaszolta a kérdéseinkre. Ugye figyelembe vettük a kis és középvállalkozásokat, illetve nagy multivállalatokat is. Ami a PIK Szövetség javaslata volt, és azt hiszem ez egy nagyon aktuális, legfontosabb feladatnak tekintettük a saját bolthálózat fejlesztését. Ugye megnézzük a környező országokat, akár Horvátországot, Ausztriát, nagyon sok saját bolttal rendelkeznek azok a pékségek, amelyek a lakosságot közvetlenül tudják látni. Másik nagyon fontos volt, az eddig pályázatok alapján nem lehetett szállítójárműkekre pályázni. Nagyon elöregedettek a sütépő vállalkozásoknak a szállítójárművei, tehát most erre is lesz lehetőség. Ezt is javasoltuk, hogy ezt vegyék bele a javaslataink közé. Nagyon fontos a technológiai fejlesztés, energiahatékonyság, és a mai világban igen, le vannak vagy a sütépő vállalkozások, de azt hiszem a egyéb élelmiszeripi a digitalizáció. Tehát ez egy Európa Uniós is direktíva is a robotizáció, digitalizáció fejlesztése, hiszen munkaerő szempontjából eléggé ki van téve a sütépi vállalkozás, és ugye a robotizáció ezt mindenképpen tudja segíteni. Segítsen egy kicsikét nekünk érzékelni, hogy mekkora a lemaradás akár mondjuk a nyugati országokhoz képest is, mondjuk a sütőiparban. Tehát hogyan lehetne fejleszteni, mit kellene akkor fejleszteni? Ugye a nyugati világban, akár illetve lengyel szakadat megnézzük, szétszakad a vállalkozások nagyságát. Magyarországon 3 része lehet bontani a sütépi vállalkozásoknak. Vannak kis kézműves pékségek, akik ugye régi hagyományos technológiával dolgoznak. Vannak a középvállalkozások, akik ilyen 1 milliárd, 2 milliárd közötti árbevételűek, és a harmadik pedig a nagy multik, akik ugye fagyasztókat gyártanak, fagyasztott termékeket automatizálva. Na vélhetően ez a technológiai fejlesztés a közép vállalkozások, akik ugye eddig mondjuk a áruházakba szállítottak be, azok fognak a fejlesztésből kiesni. Azért is van, ha megnézzük a támogatás összegénél, az a nagy különbség, ugye egy milliárd és 100 millió közöttiek nem is nagyon van pályázati lehetőség. Tehát ebben fog változni. Ez viszont maga után vonja, ami munkaerő szükséglete miatt, hogy kevés a szakember a technológiai fejlesztést. Tehát ennek egyik módszer, amit én nyugaton is tapasztaltam Németország, Lengyelországban, a kísérletetett keresztül előregyártást, ami ugye kevés éjszakai munkát igényel, hiszen arra van legkevésbé lehetőség a dolgozóknak a ellátásával, tehát mindenképp a technológiai fejlesztés, technikai fejlesztés, tehát ez az, ami fontos lesz a sütőipar területén. Mit várnak ezektől a fejlesztésektől, hogy több sütőiparban dolgozó cég marad talpon? Én azt gondolom, hogy igen, azt gondolom, hogy technológiai termékfejlesztés is. Tehát ugye, ha megnézzük a nyugati világot, azért nagyon sokfajta terméket gyártanak, tehát nyilván egy kis üzem nem tud sokféle terméket gyártani, de egy technológiai fejlesztéssel azt gondolom, hogy
előre tudunk haladni e tekintetben is. Mi egyébként, mint átlagos kenyérvásárlók, mit tapasztalhatnánk ezekből a fejlesztésekből? Finomabb lesz a kenyér? Olcsóbb? Vagy nagyobb a választék? Mindig is elmondtam. Tehát ha elmegyünk egy osztrák boltba, vagy egy német boltba, nem látunk kilós kenyert. Tehát a lényeg az, hogy ide kellene eljutni a vásárlóknak is, hogy ne vegyenek kilós kenyert, főleg ne szeretelten, hanem vegyék a fél kilósat, akár negyed kilósat. És ami nagyon fontos, a kovászolt termékeknek a gyártása, igen, én azt gondolom, hogy az lenne fontos az egészséges táplálkozás irányába elmenve, ugye a kovász, azt tudjuk nagyon jól, hosszú ideig eltartja a termékeket, és sokkal egészségesebb, sokkal jobban tudja a fogyasztó megemészteni, és ízletesebb is. A malomiparban még milyen fejlesztések kell lennének? A malomipar, azt tudni kell, hogy ez eléggé koncentrált a malomipar. A gabonatem feldolgozásnak a 80%-a hat malomnak a kezében van, tehát ott sokkal könnyebb helyzet van. Ott is nagyon nagy munkaerőhiánnyal szenved a malomipar, hiszen nincs is malomipari képzés Magyarországon. Tehát sehol nem találni olyan iskolát, akinél be lehetne iskolázni a malomipari szakembereket. Ott is egyértelműen a technológia fejlesztés, a gépeknek a modernizáció, hiszen ezek a malomipari gépek eléggé elavultak, de azt gondolom ott is egy technológia fejlesztése, automatizálással ugye az emberi szükségletet ki tudja váltani. Én azt gondolom, hogy ez megoldható. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. És köszönöm. A jogszabályok szerint új és kötelezően alkalmazandó energiafogyasztási címkékkel kell ellátni sok mindennapos háztartási gépet, így például a mosó- és hűtőgépeket, valamint a televíziókat. A változtatás célja, hogy a vásárlók könnyebben ki tudják választani, melyiket érdemes megvenniük. A korábbi pluszjelek eltűntek a feliratokról, a skálán használt betűk sora és a színek azonban tovább bővültek. Ilyen egy korábban használt, és ilyen az új energiafogyasztási címke. Külsőre nem biztos, hogy egyből feltűnik a különbség, pedig több dolog is van, amit csak az egyiken szerepel. A plusz jelölésekkel például az újakon már nem találkozhatunk. Volt 3A plusz volt a maximális, hogy A plusz, 2A plusz és 3A plusz. Mint ennek a nyíregyházi műszaki üzletnek a vezetője mondja, a pluszok értelmezése sokaknak okozott gondot. Az elektronikai cikkeken található új feliratok tehát átláthatóbbak és világosabbak a vásárlók számára. A jobb felső sarokban az Európai Bizottság termékadatbázisával közvetlen kapcsolatot biztosító QR kód található, az ezen keresztül elérhető adatbázis tárgyilagos termékinformációkat nyújt a vásárlók, a kiskereskedők és a piacfelügyeleti hatóságok számára. Középen kiemelt helyen látható az energiafogyasztás jelölése, míg az alsó részen a kiválasztott termék energiafogyasztását részletező és akár a termékek összehasonlítását is szolgáló piktogramok kapnak helyet. A korábbi besorolást egyébként 1995 óta használták hazánkban, így időszerű volt már a megújítása. A gyártóknak a skáláján gyakorlatilag majdnem minden termék már A, vagy pedig attól magasabb besorolásban szerepelt, ezért kellett egy új rendeletet hozni, szintén egy uniós rendelet alapján. A mostani besorolás A-tól G-ig terjed, és innentől fogva gyakorlatilag az eddig magasabban jegyzett hatékonysággal bíró termékek visszább lettek valamilyen szinten sorolva. Ez nem azt jelenti, hogy a terméknek a tudása vagy a specifikációja gyengébb lett volna, viszont egy teljesen más besorolás alá est. Mit jelent ez a vásárlók számára? Tehát, hogyha el szeretnének igazodni a különböző jelzések között, mi a legfőbb változás, amivel ők most találkozhatnak ezeken a címkéken? Alapvetően a legjobb az A, és a leggyengébb pedig a G. A kettő között gyakorlatilag értelemszerűen el lehet igazodni, továbbá az értékesítők ugye azért dolgoznak, hogy a vásárló bármilyen segítségre szüksége, vagy bármilyen kérdése lenne, akkor útbeigazolást tudjanak adni nekik. Novembertől rengeteg gyártó már kettős energia címkével bocsájtotta ki a gyárból a termékeiket. Nálunk is sok olyan termék érkezett, amiben még a régebbi hatályos jogszabálynak megfelelő energiabesorolás szerepelt, illetve már az új is, ami most március 1-től lép hatályba, az is már benne volt a termékekben. Az Európai Unió elvárása, hogy egyre energiahatékonyabb legyen életünk valamennyi területe. Ezt szolgálják az új március 1-e óta kötelezően használandó címkék is.
teljesen természetes és logikusan működik a rendszer. Ugye az A az a legenergiatakarékosabb, legenergiahatékonyabb gépet jelöli, és ahogy megyünk lefele, a G felé, ugye az pedig a legkevésbé az. Ez nem azt jelenti, hogy most például, ahogy említettem, egy B-s besorolású gép, az nem lenne energiahatékony és rossz lenne. Ez a mai termékek közül, a most forgalomba hozott termékek között ez egy jó terméknek számít, még akár a C is annak számít. Ahogy megyünk lefele, úgy viszont nagyobb fajlagos fogyasztással kell számítanunk. Viszont ezek a kategóriák szigorúbbak lesznek. Amely háztartási eszközön eddig A3 pluszosat láttunk, az könnyen lehet, hogy B vagy C kategóriába kerül. Az új A kategóriások olyan új innovatív termékek lesznek az Unió elképzelései szerint, amelyek még csak most kerülnek, vagy most fognak gyártásba kerülni. Tehát tulajdonképpen akkor a vásárlók dolga valahol egyszerűsödik, de azért odafigyelést is igényel tőlük ez a változás, hiszen aki eddig is szeretett utána járni, hogy milyen besorolású az a termék, amit ő meg szeretne vásárolni, lehetséges, hogy nem ugyanabba a kategóriába esik. Így van, és ne csak a kategóriákat nézzük, hanem nézzük meg a fogyasztási adatokat, amely nem csak energia, hanem például mosógépnél, mosogatógépnél vízfogyasztásra is vonatkozik, amely legalább akkora, ha nem nagyobb kincs, mint az energia. Tehát erre is legyünk figyelemmel, de még mielőtt vásárlásra adjuk a fejünket, gondoljuk azt végig, hogy pontosan mik az igényeink, mekkora kapacitású gép kell, mert hiába lesz a gép energia hatékonyabb, amit mi magunk vásárolunk, ha egyébként nagyobb lesz maga a gép teljesítménye, a gép kapacitása, mint amire valóban nekünk szükségünk van. Tehát először gondoljuk végig, mire van szükségünk, utána menjünk az üzletbe, és nézzük meg az energiacímkéket, nézzük meg, melyik fogyaszt kevesebbet, melyik alkalmasabb arra, hogy a mi szükségleteinket kielégítse. 5 darab kategóriába indul az új címke, ez a hűtők, fagyasztók, borhűtők, mosógépek, mosószárítók, mosogatógépek, tévék és kijelzők, illetve fényforrások. Indul, ezt a szót említette, ez azt jelenti, hogy bővülni fog a érintett termékek és gépek köre? Nyilvánvalóan most március 1-nél itt jelennek meg kötelező érvénnyel az új címkék, tehát a gyártók már csak az új címkékkel felszerelt termékeket hozhatják forgalomba. Többen mondták, hogy a régi cédula is rajta szerepel az új mellett, ebből nincsen semmi probléma és nincsen semmi gond, talán az összehasonlíthatóságot is segíti, de az, hogy A hány pluszos volt, ez sokaknak gondot okozott az előző rendszerben. Inkább azt javaslom, hogy az új címkével ellátott egyes készülékeket hasonlítsuk össze, ez fog nekünk segíteni, hogy milyen terméket válasszunk végül. Alapvetően, hogyha az ár nem tükrözi maga a kategórián belüli különbséget, illetve az energiahatékonyságon belüli különbséget, akkor nyilvánvalóan egy drágább terméket is meg fognak vásárolni, hogyha a racionalitásnak ez nem diktál ellent. A legtöbben először az árát nézik meg egy terméknek az üzletben, de az energiafogyasztás is fontos szemponttá vált az elmúlt időben. Egy átlag vásárolónak is kb. 80%-a már figyeli és nézi az energiahatékonyságot, alapvetően hosszú távra tervezik az ember, úgyhogy mindenképpen szempont a vásárlásnál az, hogy egy energiatakarékosabb és egy energiahatékonyságban magasabb besorolásnak örvendő terméket vásároljon. Az energiahivatal célja is összefügg ezzel. Azt szeretnék, ha minél tudatosabbak lennének a vásárlók minden tekintetben. És ez a tudatosság nem csak arra terjed neki, hogy az olcsóbb terméket próbálja választani, ami egyébként egy teljesen érthető hozzáállás, hogyha egy nagy teljesítményi háztartási gépet vásárolunk, hanem arra is ügyeljünk, hogy saját szükségleteink ismeretében a legenergia hatékonyabb, a legkevesebb fogyasztó berendezést vásároljuk. Nap mint nap jelennek meg újabb gépek, újabb gépcsodák, melyekről a kereskedelem megpróbál minket meggyőzni, hogy feltétlenül szükségünk van rá. Ez azt is jelentheti, hogy a háztartásnak növekszik a fogyasztása. Egy ilyen tendenciát figyelembe véve nem mindegy az, hogy a nagy fogyasztók mennyivel terhelik meg a számlánkat, illetve mennyivel terhelik meg a rendszert, mennyi energiát kell a működtetéséhez magának a rendszernek, illetve a rendszer mögött álló erőműveknek előállítaniuk. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, a háztartási energiaköltségek jelentős mértékben csökkenthetők az energiahatékony berendezések használatával.
Március 21-én volt a Down-szindróma világnapja. Ebből az alkalomból egy különleges kampányt indított a Rejtett Kincsek Down Egyesület, amelynek során az emberek feltűnő színű és felemás zoknit húztak a lábukra, ezzel is kifejezve, hogy mindenki értékes és egyenjogú tagja a társadalomnak. A kezdeményezéshez több mint 100 hazai művész, sportoló és közéleti szereplő csatlakozott. Kezdhetünk? Veszitek? Nem? Elcsúszott a kép? Az oknyiba baj? Hogy nem egyforma? Szerintem tök oké. Ja igen, felem az. Mi sem vagyunk egyformák. Tök jó. Ez a probléma. Tetszik. Szerintem tök jó. Tetszik. Nekem így tetszik. Most tetszik. Na, hát igen. Nekem tetszik. Az egyik ilyen, a másik meg olyan. Én direkt ezt választottam mára. Mert szerintem a különbség kisebb, mint gondolnád. Kisebb, mint gondolnád. Viselj felemás zoknit március 21-én a Down-szindróma világnapján, ha te is így gondolod. Oszd meg, és add tovább a kihívást. Most adományodért cserébe ilyen zoknit küldünk neked ajándékba. További info itt. Hát ez nagyon jó kis film volt. Kisari Károlyt, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnökét köszönhetem. Jó napot kívánok! Jó, üdvözlöm Önt! Nagy munka volt létrehozni ezt a kis filmet? Azért végig kicsikét csatlakozzunk rá. Szerintem egy nagyon jó ötlet kellett hozzá, és egy kreatív csapattal dolgoztunk. Nekik ez így jött. Én nem biztos, hogy így kitalálom, de így a végeredményt nézve nagyon vidám. Igen, vidám és könnyed lett. Igen. Önök mindig kitalálnak valamit azért, hogy felhívják saját magukra a figyelmet, hogyha jól tudom. Most ez az ötlet például honnan jött? Ugye a zokni kihívás, vagy ez a felemás zokni viselése, ez a Down-szindróma világnap kapcsán már több mint 10 év az egész világban ott van. Ugye a zokni azért lett egy ilyen emblematikus dolog, mert hogy ha a sarkánál összetesszük a két zoknit, akkor ez egy ilyen kromoszómát jelképez, úgyhogy a világban minden szervezet, aki létezik, és Down-szindrómásokkal foglalkozik, ezt kéri, vagy ebbe, hogy akkor a világnapon ez legyen. És ugye nem annyira magunkra próbáljuk mi felhívni a figyelmet, hanem inkább arra a csoportra, a Down-szindrómával élőkre, akiket mi képviselünk. Szükség van rá? Én azt mondom, hogy igen, és nagyon jó, hogy van évente egy ilyen nap, ami dedikáltan erre van. Amúgy ez a 3. hó 21, ez a 21-es kromoszóma három felé osztódásából adódik, hogy ez tehát a két szám. Ennek is van. Úgyhogy ennek is van egyfajta jelentőség, és hát 2012-től ez ENSZ által bejegyzett világnap is. Én még azért egy kicsikét firtatnám, ezt a szükség van rá. Az emberek ismerik az ön tapasztalata szerint ezt a betegséget? Ugye egyre többen látják, hogy mi van. Ugye az a betegségnél inkább átmennék arra a szóhasználatra, hogy állapot. És ami ugye, amin nekünk dolgozni kell, hogy most már ugye egyre többet tudunk a Down-szindrómásokra, azért már 10-15 éve mi is kommunikálunk ezen a területen, de ugye jó lenne, hogyha minden napokban is, nem csak a Down-szindróma világnapján lennének ott a Down-szindrómások, hanem ott lennének a normál iskolákban, a nyílt munkaerőpiacon, és hát olyan lehetőséget kapnának, olyan lehetőségeket, amiket az épp intellektusú embereknek természetes. Önök pedig ezért hozták létre az alapítványukat. Igen, igen. Hát ugye 98-ban indult az Egyesület, amúgy egyesületi forma, és hát ugye Nyíregyházáról indult ez a szervezet, viszont most már országos ernyő szervezet, és Magyarországon mi képviseljük a Down-szindrómás szervezeteket. Ugye itt a fogyatékos emberek a szervezeteink a tanácsában benne vagyunk, és hát nagyon sok lobby és szakpolitikai tevékenységet végzünk így a háttérben, a mindennapokban. Meséljen még egy kicsikét erről a szindrómáról, hogy mit lehet erről tudni? Hát nagyjából minden ezredik élveszületésre jut egy Down-szindrómás megszületése. Azt nem tudni, hogy mitől alakul ki, azt tudni, hogy van összefüggés az anya gyermekvállalási életkora és a Down-szindróma kialakulásának a kockázatok között. Ugye itt éri el egy 1%-ot 36 éves korban ennek a kockázata. Ugye itt van már olyan invazív vizsgálat, ugye a magzatvíz vétel, aminek a kockázata, a vizsgálatnak a kockázata 1%, ezért 36 éves kor fölött ugye ajánlják ennek az elvégzését.
Egyre magasabb életkorba vállalnak a nők gyermeket, ugye ez a modern társadalomnak egy ilyen velejárója. Úgyhogy ez a kockázat az egyre jobban megjelenik. Ugye ez egy nagy kérdés, hogy helye van-e a társadalomban a Down-szindrómával élőknek, vagy sem. Ez kérdés, ne haragudjon. Ugye ott lehet egy kérdés magzati korban, ez elhangzik, és ugye ott azért szűrik, hogy ugye ez a kérdés elhangozhasson. Viszont én azt gondolom, hogy egyre többen döntenek úgy szülőként, hogy annak ellenére, hogy megtudják magzati korban, hogy Down-szindrómás gyermekük fog születni, vállalják ezt. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagy eredmény az elmúlt években. Még azért beszéljünk egy kicsikét a tünetekről. A külső tüneteket, azokat látjuk. Viszont vannak különféle, hát különbségek, ugye Down-szindrómás és Down-szindrómás között? Abszolút jó a kérdés. Ugye mi közöttünk is van különbség, és mi mondjuk a fehér emberek csoportjába tartozunk, hogyha mondjuk ezt Afrikából nézünk. És ugye ez ilyen általánosítás lenne, hogy azt mondani, hogy mi fehérek ilyenek vagyunk, vagy olyanok. Jogos. A Down-szindrómával élők is különbözőek, nagyon különbözőek. Ugye itt ugyanúgy, mint ahogy nálunk is, a genetikai hátterünk, a környezeti hatások, és az, hogy milyen tudást kaphattunk menet közben, nagyban befolyásolják azt, hogy mire leszünk képesek. Vannak olyan Down-szindrómával élők a világban, és most már nem is kevesen, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Tehát esetleg ez nem több feltétlenül jelent értelmi szint csökkenést. Általában jelent értelmi szint csökkenést, viszont a koragyermekkori intervenciónak, a jobb egészségügyi ellátásnak köszönhetően, és szerencsés egyéb genetikai háttérnek köszönhetően eljuthatunk. De hogyha nem adunk esélyt, hogyha nem kaptok volna esélyt ezek a gyerekek, hogy mondjuk normál iskolába menjenek, normál középiskolába és egyetemre, ugye akkor nem juthattak volna erre a szintre. Mi azt szeretnénk, hogy esélye legyen a hazai Down-szindrómával élő gyerekeknek, hogy normál utat járhassanak be. És az önök egyesülete is azért arra is hivatott, hogy ugye Down-szindrómások és olyan gyerekek, akik nem élnek csökkentett fogyatékkal, együtt játszhassanak, fejlődhessenek, megismerhessék egymást. Itt az inkluzió, ugye ez a befogadás, ez az elsődleges misszió, és ugye ezt mi már nagyon korán elkezdjük, hiszen van nekünk korai fejlesztő intézményünk, ahol játszóházként is funkcionálunk, és a családok kezdetektől együtt vannak, és hát itt Nyíregyházán erre én mindig büszke vagyok, még így a megyére, hogy olyan programokat tudtunk elindítani itt az oktatás területén, ezen a területen, ami innovatívak, még most is nagyon, szóval ahhoz képest, hogy Budapesthez képest is én azt gondolom, hogy jobban állunk gondolkodásban, befogadásban. Lehet, hogy ezen a kisebb város nyitottabbak az emberek, de hogy ez így tök jó, hogy itt ezek így léteznek. Beszéljünk még azért az aktualitásokról. Ugye itt van ez a COVID-helyzet, ez az önök munkáját mennyiben nehezíti meg? Egyáltalán tudnak találkozni? A fejlesztő munka az tud zajlani? Gondolom zavartalanul nem. De... Igen, ugye leállások vannak, most is leálltunk. Ugye itt az oktatási intézményeknek április 7-ig ugye zárva kell tartaniuk. Ebben mi is beleesünk. Ezért ez megnehezíti, ugye egy pici gyereknél ezek az első hónapok, évek, nagyon fontosak, hogy a fejlesztések megtörténjenek. Sajnos ezek a fejlesztések igényelnék, hogy találkozzon a terapeuta és a kliens. Ez probléma. És ugye a bezártság is egy probléma, hiszen azok az interakciók, amik ezt a befogadást elősegítenek, ezek nem jöhetnek létre. Akkor ezt egyelőre önök is ugyanúgy oldják meg, mint ahogyan az általános iskolában. Próbálunk online segíteni, tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel, tartjuk bennük a lelket. Nekik már az is jó, hogy valaki mással beszélnek, ugye be vannak zárva, az is jó, hogyha már a gyógypedagógusainkkal egy fél órát tudnak beszélni, és valamire az otthoni dolgokat tudjuk irányítani mi is. És szeptemberben lesznek 10 évesek, már mint a csodavár. Bizony. Hamar elment ez a 10 év, úgyhogy hát készülünk rá, hogy nyitva leszünk szeptember 1-én. Felújítás előtt áll az intézmény, úgyhogy az a nyár egy kicsit zaklatott lesz, de bízunk benne, hogy egy nagyon impozáns, megújult
belső és külsővel fogunk akkor a 10 év után is elindulni. Gondolom örök adományokból tartják fent magukat. Adományokból is. Adományokból is, amelyekre azért most pedig különösképpen nagy szükség van. Igen, és ez az Ohnis kampányunk azért így, ez most hál' Istennek segített, itt több mint 600 ezer forint adomány is összegyűlt az Ohnis kampányból. Ugye itt pénteken jelentettük be egy nagyobb adomány érkezését itt a Mészáros Alapítványoktól, úgyhogy hál' Istennek adományozók is előfordulnak és segítenek, és így tudjuk élni a dolgokat. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Jövő héten a 20 évvel ezelőtti minden idők eddigi legnagyobb tiszai árvizére emlékezünk 35 perc című műsorunk külön kiadásában. Viszontlátásra!